Az első világháborús emlékműnél megtartott megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Kőrösi András, önkormányzati képviselő, az önkormányzat jogi és ügyrendi bizottságának elnöke. Emlékezzünk ma, május utolsó vasárnapján, a hősök napján, az elmúlt évszázad elhunyt hőseire, azokra a magyar katonákra, civilekre, akik a legdrágábbat, életüket áldozták Magyarország szabadságáért, függetlenségéért és fennmaradásáért. A hősi halottak előtti tisztelgés igénye először az első világháború idején fogalmazódott meg, hiszen a magyarság addig sohasem látott emberáldozatot hozott. Itt Marcaliban a világháborús emlékművek mellett helyezzük el a megemlékezés virágait, mécseseit, hajtsunk fejet az áldozatok emléke előtt. A hozzátartozók egyre fogynak, a kollektív emlékezet feladata megadni a tiszteletet mindazoknak, akik történelmünk során életüket adták népünkért, nemzetünkért, értünk valamennyünkért. Az ünnepi beszédet követően a Marcali Bajtársi Egyesület dalárdájának műsora következett. Az 1930-ban felállított első világháborús emlékművet a város intézményeinek és szervezeteinek vezetői, valamint a pártok képviselői koszorúzták meg. Vivat, 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 or il nemi.